Jó estét kívánok, kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Hírhetet látják. Nézzük, mit kínálunk Önöknek a hét első napján. Az európai parlamenti választás idején új helyen érhető el a Sátoraljaújhelyi 11-es szavazókör. Zempléni Szivárvány Sátoraljaújhelyen. Hét nagy koncert és meg annyi szórakoztató kiegészítő program várta a családokat hétvégén. Közel 200 millió forintból újult meg a Sárospataki Tankerületi Központhoz tartozó Móricz Kollégium. A hétvégi európai parlamenti választásokra készülnek a Sátoraljaújhelyi helyi választási irodában is. A szavazókörök munkatársainak képzéséről, az előkészületekről már többször adtunk hírt. Most egy technikai változás miatt kérték a tájékoztatást. A városban kijelölt szavazókörök közül a 11-es, amely a korábbi középiskolai kollégiumban lett kijelölve, ezen választás idejére átkerül a nyugdíjbiztosítási kirendeltség épületébe. A többi 18 szavazókör címe nem változik. Az Európa parlamenti választásokra készülnek országszerte, és bár az egész ország egy szavazókör, a szavazás lebonyolításához a helyi választási irodák is készülnek. Sátoraljaújhelyen egyetlen változás van a korábbi szavazáshoz képest, a 11-es számú szavazókör, amely az egykori Zója épülete volt, átkerül a nyugdíjbiztosítási kirendeltséghez. A módosítás oka, hogy a korábban megállapított és választópolgárok által megszokott kollégium épületének felújítása, az beruházása nem készült el. Ezért ott ezen körülményekre való tekintettel a szavazás, a választás nem tartható meg. Esetünkben kedvező ez a módosítás. Egyrészt azért, mert tényleg csak pár tíz méter távolságra van az áthelyezett szavazókör címe és a szavazóhelyisége a korábban kijelölthöz képest. És ami lényeges és fontos, hogy a választási eljárási törvény 166. szakasza is kiválóan érvényesül, hiszen akadálymentes épületet használhatnak majd a választás napján a választópolgárok. A szavazókörhöz tartozó több mint 600 választásra jogosult a napokban megkapja az értesítőt a szavazókör címváltozásáról. Az EP választáshoz tartozó egyéb információk megtalálhatók a Nemzeti Választási Iroda oldalán. Itt is olvasható, hogy a következő határidő, amelyet érdemes megjegyezni, május 22-e. Eddig lehet a belföldön szavazóknak kérni az átjelentkezésüket, ha lakóhelyüktől távol szeretnének élni választási jogukkal vasárnap. Hét koncert és meg annyi szórakoztató, kiegészítő program volt a hétvégén Sátoraljaújhelyen. A kétnapos zempléni Szivárvány családi napon az idős korosztálytól egészen a 10 éves korig mindenkinek volt egy neki szóló koncert. Így két nap alatt a városban járt Korda György és Balázs Klári, Delfusza John, Deniz, a Kazincbarcikai reppel és a Király testvérek. Miközben a gyerekek a mellékszínpadon a nekik szóló előadást nézték, már készült a háttérben Delfusza John énekes, hogy hosszú idő óta újra az új helyi közönségnek élőben is zenéjen. A zempléni Szivárvány családi nap egyik fellépője volt ő, az örökké fiatal énekes a megújulás híve, de azt is érzi, tőle a régi szerzeményeit várja a közönség újra és újra. Ahány országba jártam, de mentem a lemezboltba, és akkor ott megkérdeztem az eladót, hogy akik hozzám hasonló jellegű énekesek. És végül mindig összegyűjtöttem a nekem megfelelő zenéket, és azokat hazahoztam. És ezekből úgy érzem, hogy frissítéseket szedtem. Mai napig nagyon szerettek foglalkozni, bár sokan figyelmeztetnek, hogy azért óvatosan a fiatalító metódusoktól, mert a közönség tőlem azt várja, amit a igazi fénykoromban megtermeltem, és azokat akarja hallani. Ez pedig már Deniz élő koncert a zempléni Szivárvány másik nagy színpadán. A hétvégén
7 koncerttel várták a zeneszeretőket az Újhelyi Városligetbe. Pénteken Korda György és Balázs Klári mellett a Rock Dealer, szombaton Johnny, Bestiák, Király Viktor és Linda és a kazincbalcikai rappel lépett élőben a színpadra. Az énekes dalszerző azt is elárulta, hogy Újhely felé egy fél számot meg is írt, így nem lehetetlen, hogy egy újabb szerzeményében benne lesz a város is. Soha nem voltunk így ráfeszülve arra, hogy na most akkor nekünk írni kell egy dalt, hanem hogy például a tavalyi évben is, mikor mezőtúra mentünk az East Festre fellépni, akkor született meg, már nem tudom melyik dalnak, de a refrénje, tehát hogy így nem vagyunk erre igazából rágörcsölve. Igen, amikor jön, akkor jön. Most például van több is, ami vagy kettő vagy három, ami még így folyamatban van, és azokon fogunk dolgozni, tehát nem tesszük félre csak azért, mert most fesztivál szezon van. Amikor úgy érezzük, hogy ezzel most tudunk foglalkozni, vagy van rá időnk, akkor foglalkozunk vele, mindegy, hogy milyen évszak van. A zempléni Szivárvány családi napot úgy állították össze a szervezők, hogy minden korosztály megtalálhassa benne a neki való programot. A zenei paletta és a kiegészítő programok is ezt tükrözték. Közel 200 millió forintból újult meg a Sárospataki Tankerületi Központhoz tartozó Móricz Kollégium. Az Árpád vezér gimnáziumhoz tartozó épület együttes legfelső szintjét, valamint a tető szerkezetét ebből az összegből újították fel és korszerűsítették. Ennek köszönhetően 250 fiatal hétköznapjait tették komfortosabbá. Az 1974-75-ös tanévben vehették először birtokba a diákok a Sárospataki Móricz Kollégiumot. Azóta nem csak az oktatási rendszer, hanem némileg a diákok létszáma és a kollégium szerepe is megváltozott. Ami azonban azóta is fontos cél, hogy azoknak a fiataloknak, akik más településről érkeznek ide, és immáron az Árpád vezér gimnáziumban tanulnak, második otthonuk legyen a kollégium. Hogy ezt minél komfortosabb környezetben éljék meg, mintegy 200 millió forintból megújították a harmadik emeletet, 10 háló és 3 tanulószobát, valamint a teljes tetőszerkezetet. Ezt adták át ma ünnepélyes keretek között. 12 feladatellátási helyen tudtunk megvalósítani kisebb, nagyobb felújításokat, beruházásokat. Ezen felújítások között az egyik legnagyobb az Sárospataki Árpád vezér gimnázium Móricz Zsigmond kollégiuma tetőterének felújítása, hiszen a teljes tetőhíjazat megújult, tehát kicseréltük, nagyon korszerű hőszigetelést kapott, gyakorlatilag valamennyi tetőtéri ablak kicserélésre került, és hát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy minden, ami falon kívül és falon belül található, az mind megújult. Ideértve a nyílászárókat, a villamoshálózatot, a szobákat és a hőszigetelést is. 2017-ben indult el két olyan uniós pályázat, kiegészítve hazai forrással, aminek köszönhetően most már lassan átadjuk azokat az oktatási intézményeket, amiket részben vagy egészben felújítottunk. A választókerületben több mint 2,7 milliárd forint értékben történtek ezek a felújítások. Azt is mondhatnám, az elmúlt 40 év legnagyobb iskola felújítási hullámának köszönhetően. Móricz Kollégium, ami egy fontos részét adja Sárospatak oktatásának, oktatási intézményeiben folyó munkának, hiszen az AVG az egyik kiemelt gimnáziuma a térségnek, azáltal is, hogy az Arany János tehetséggondozó programot évtizedek óta végzi, és ennek a kiegészítője ugye a iskolán kívüli oktatásban fontos szerepet vállalt a Móricz Kollégium vagy a Móricz Internátus. A kollégium teljes kihasználtsággal működik létrehozása óta. Ha azt nézzük, akkor az Árpád vezér gimnázium és tanulóinak a 42-43%-a kollégista. Mivel már csak az Árpád vezér gimnázium és kollégiumból vannak tanulóink, ezért az iskolával együttműködve, gondolok itt speciális programra, elég jelentős a kollégiumnak a diákok életébe betöltött szerepe. Megpróbálunk otthonként funkcionálni. Tökéletes otthon nem leszünk, mert a családi otthon nem lehet 100%-ig pótolni, de törekszünk rá, igyekszünk. Az esemény kapcsán az is elhangzott, hogy a diákok a felújítás ideje alatt alsóbb szinteken tanultak, laktak, azonban mindenki visszaköltözhetett most a régi helyére. 11. alkalommal rendezte meg a Mercedes-Benz
klasszik csillagtúráját, amely kizárólag 30 évnél idősebb vagy a gyártó által klasszikus minősítést kapott és korhűen restaurált Mercedes-Benz modellek indulhatnak útnak. A résztvevők végigjárták a közép-magyarországi és észak-alföldi régiót és a kelet-magyarországi városokat, ezzel együtt pedig jótékonykodtak is. A túra egyik állomása Tokaj volt. Csak kapkodták a fejüket azok, akik vagy véletlenül cseppentek bele, vagy már tudatosan keresték a Mercedes-Benz klasszik csillagtúráját, amelynek keretében idén Tokajt is érintették a résztvevők. Szebbnél szebb oldtimerek érkeztek a város főterére, majd indultak tovább a következő állomásra. Az eddigi legnagyobb létszámmal, mintegy 100 autóval induló csillagtúrán közel 500 kilométernyi távolságot teljesítettek a nevezők. Tetszett még gyerekként ez az autó, és felnőtt korban meg tudtuk valósítani megvásárolni, és eredeti állapot, tehát egy svájci eredeti állapotú autó. 280 SL az autónak a neve, ez a beceneve a pagoda elnevezés, a tető boltozatáról kapta ezt a nevet, egy hengerengendi befecskendezős motor, 170 lóerő, automataváltó és 1970-es utolsó kiadású modell. A találkozó az évről évre egyre érdekesebb és egyre nehezebb, de a kettő összefügg, és azért szeretünk újra és újra eljönni, mert bejárjuk Magyarországot, és tulajdonképpen két évente ez a legjobb alkalom ezeken a gyönyörű vidékeken járni, és ezt a részét is nagyon élvezzük. 1962-es 190 SL típus, ezt a típust 54-től gyártották 62-ig, hogy az utolsó kiadás között szerepel. Amúgy egy nagyon megbízható jármű. 10 éve használom, és még soha nem hagyott cserbe. Ezen a csillagtúrán nem az időteljesítés, hanem úgymond a pontosság volt a fontos. Két évente ad lehetőséget arra ez a rendezvény, hogy a márka és az oldtimerek szerelmesei találkozzanak ilyen formában. Alapvetően azért ez a verseny, el kell mondanom, hogy tisztelgés maga az automobil előtt, illetve mivel mi vagyunk az automobil megalkotója, ezért alapvetően az automobil feltalálója előtt is szeretnénk tisztelegni ezzel a rendezvénnyel. Fontos elmondani, hogy a legidősebb autó, a rangidős, 65 éves, három ilyen autónk van. Ettől függetlenül természetesen az autók, amik itt megjelennek és végigmennek, azok nem új autók, oldtimerek jellemzően. Közel 100 oldtimer versenyez ezen a két napon keresztül, amiből egyébként a zöme az hát nem a legfiatalabbak közül kerül ki. Az eseménynek jótékonysági célja is volt, hiszen a korafejlesztő alapítvány támogatták a résztvevők. 1944. májusában több ezer zempléni zsidó gyűjtöttek össze Sátoraljaújhelyen, hogy ezt követően Kassáról német haláltáborokba küldjék őket. A Sátoraljaújhelyi holokauszt évfordulón az ártatlanul elhurcolt izraelita emberekre emlékeztek. Dr. Zinner Tibor történész megrázó beszédében nagyapja dr. Zinner Sándor megtalált naplójából idézett. A múltfeltárás egy sétával és filmvetítéssel ért véget. 1944. május 15. Ma közölték velünk azt a szomorú hírt, hogy holnap indul az első szállítmány, de hogy hová, azt nem mondták. Juhász István abból a naplóból olvasott fel részletet, amelyet az újhelyi orvos Zinner Sándor írt elhurcolásukról és a németországi haláltábor idején. A zsidó holokauszt Sátoraljaújhelyi évfordulója minden évben májusban van. Május közepén gyűjtötték össze az újhelyi és zempléni zsidóságot 1944-ben, hogy a Rákóczi utcai gettó központjában az egykori fiúnevelő intézetből Kassán keresztül szállítsák őket tovább. Az újhelyi izraelita közösségből ritkán találkozunk túlélők leszármazottaival, ilyen dr. Zinner Tibor történész író, aki ezúttal súlyos témát talált. Saját nagyapja visszaemlékezéseit rendezi össze, talán érthető, hogy nehezen tudott elvonatkoztatni. Nem ezen olvasható. Nem azért olvasható, mert nagypámnak csúnya volt az írása, gyönyörű kézírása volt, tehát a betűk formálása alapján pillanatok alatt
ki lehet silabizálni, hogy mit írt. Hanem azért, mert ahány név, ahány mondat, ahány gondolat, az mind-mind valamire emlékezteti az embert. Tehát nem lehet ezt úgy olvasni, mint egy regényt, egy folytatásos regényt, meg kell vele állni, végig kell gondolni, hogy mit ír le az ember, mit jegyzeteljen meg belőle, mit ne jegyzeteljen meg belőle. A megemlékezésen részt vett Markovics Zsolt főrabbi, aki hangsúlyozta, a túlélők többsége nem akart és nem is tudott beszélni az őt élt tragédiákról, de aki megtette, az másokért, sőt az utódokért is beszélt és írt. Talán végre egy olyan világban élhessünk, ahol nem az számít, hogy honnan jöttünk, és nem az számít, hogy zsidók vagy keresztények vagyunk, hanem az számít, hogy mit gondolunk, és ebből kifolyólag mit teszünk. Az emlékezők ezután egy követ vettek fel azon falról, amely már a deportálás idején is ott állt az udvaron, és a kis határátkelőhöz sétáltak, ahol 75 évvel ezelőtt a zempléni zsidóságot bevagonírozták Kassa felé. Végleges üzembe helyezés előtt áll a Sátoraljaújhely mezőzombor vasúti pálya felújítása. 2019. május 21-én kedden reggel 8 órakor a MÁV feszültség alá helyezi a mezőzombor Sátoraljaújhely vasútvonal elektromos felső vezetékét. A vezeték energia ellátása 25 ezer volt feszültséggel történik, ezért a megközelítése életveszélyes. Erre hívják fel minden állampolgár figyelmét. Régen várt beruházás érhet a végéhez Sátoraljaújhelyen. Ütemterv szerint haladtak a munkálatok a mezőzombor Sátoraljaújhely vasútvonalon, így a Vasútvia Kft. És a Vasútépítő Kft. Kivitelezésében teljes egészében megújult a vasúti pálya Sátoraljaújhely és Sárospatak között. Befejeződött a földmű és pályaszintemelése és a felújított vágány visszaépítése. A 7,7 km hosszú nyíltvonali szakaszon kiépült a felső vezeték, a biztosító berendezés és a távközlés is. A 38,6 km-es mezőzombor Sárospatak szakaszon, valamint Sátoraljaújhely állomáson a felső vezeték hálózat már teljesen elkészült, így holnap, azaz május 21-én a megépült felső vezeték hálózat feszültség alá helyezése lesz. A feszültség alá helyezést követően a szakemberek méréseket és vizsgálatokat végeznek a felső vezetéken, majd a mérés eredményei alapján meghatározásra kerül a villamos üzem felvételének pontos időpontja. A szakemberek ezért felhívják a figyelmet, hogy ezen időpont alatt egy ilyen nagy feszültségű berendezés megközelítése vagy megérintése az esetek többségében azonnali halált, de legalábbis életveszélyes sérülést, maradandó károsodást okoz, ezért a feszültség alatt álló villamos berendezések közvetlen vagy bármely tárgyal való megérintése, illetve 2 méteren belüli megközelítése életveszélyes, ezért szigorúan tilos. És végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Az európai parlamenti választás idején új helyen érhető el a Sátoraljaújhelyi 11-es szavazókör. Zempléni Szivárvány Sátoraljaújhelyen. 7 nagy koncert és meg annyi szórakoztató kiegészítő program várta a családokat hétvégén. Közel 200 millió forintból újult meg a Sárospataki Tankerületi Központhoz tartozó Móricz Kollégium. Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon. Ha lemaradtak rólunk, keressék videótárunkban ezt az összeállítást is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!